Már egy hónapja zajlanak a 10. országos nyugdíjas ki mit tud elődöntői. A területi válogató szombaton Egerbe érkezett, ahol a szenior korosztály képviselői mutathatták meg Heves, Borsod és Nógrád megyéből, hogy mit tudnak a színpadon. Szóló ének, szóló hangszer, vers és prózamondás, színjátszás, tánc, népdalkör, kórus, hangszeres együttes és népi játékok kategóriában. Eger legnagyobb nyugdíjas klubja, a Dobókatica nyugdíjas szervezet több fellépővel képviseltette magát. A Dobókatica nyugdíjas szervezettől két csoport, az Egri Vitézek Dalkör és a Pettyenc tánccsoportunk éppen. Ezen kívül 11 szóló énekes, illetve akik énekelnek magyar nótát, népdal, táncdalt, operettet, és volt egy szavalónk, aki egy verset mondott el. Végül is ez erről szól, hogy ez a ki mit tud nyugdíjasok versenye, ez minden műfajt magába ölel. Az Egri Vitézek mivel léptek föl? Az Egri Vitézek katonadalokkal léptek föl, 5 katonadalat énekeltünk el, teljesen új válogatás és új dalokkal készültünk, amit szokásunkhoz híven a versenyeken végig énekelni fogunk, remélhetőleg csiszoltabban, bár úgy gondolom, most se volt probléma az éneklősünkkel, de hát a gyakorlás az a lelke mindennek, minden előadásnak, és igyekszünk a legjobb formánkat hozni. Én úgy gondolom, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy nyugdíjasaink megmutassák magukat, kipróbálják magukat. A rendezvény szervezője, Vadaszán Aurélia elmondta, a program évről évre egyre népszerűbb az idősebb korosztály körében, éves szinten 15 000 főt mozgatnak meg a válogatók. Az idei esemény különlegessége, hogy meghívták azokat a fiatalabb korcsoportba tartozó fellépőket, csoportokat, akik a Ki mit tuddal párhuzamosan megrendezendő Népek Tánca, Népek Zenéje Fesztivál fellépői is lehetnek. Összevontuk a Népek Táncát és a Nyugdíjas Ki mit tudat, vagyis a fiatalok is itt vannak, és megmutatják, hogy ők mit tudnak, illetve ellesik a nyugdíjasoknak a fellépéseiket, és tanulnak belőle. A mai rendezvényen itt 67-en lépnek fel, és természetesen, amikor a zsűri majd a szakmai zsűri értékel, akkor ügyel arra, hogy azokat, akik a fiatal korosztályba tartoznak, ne ugyanolyan mércével mérje, mint a szenior csoportokat. A középdöntőbe való jutásnál csak színpadképességet vizsgálunk. Senkit nem akarunk azzal megbántani, hogy ha bekerül a középdöntőbe, vagy egyenesen középdöntőbe jön, a szakmai zsűri esetleg azt a produkciót klubszinten jónak tartja, de még a szakmaiságot nem látja benne, ezért szűrjük meg egy picit az elődöntők alkalmával a fellépőket. Milyennek a versenynek a jelentősége, miért szervezik meg évről évre? Mit jelent ez a nyugdíjasok számára? Én azt látom, amit ők képviselnek, amit ők szeretnének megmutatni, az a továbbörökítés mellett a barátságok kialakulása, illetve a magányosságnak az elfeledése. Jól érzik magukat, nagyon sokat beszélgetnek, barátságok kötetnek, úgy klubok között, és utána tartják egymással a kapcsolatot, mint magánemberekként is. A 10. országos nyugdíjas Ki mit tud középdöntője május végén Hajdúszoboszlón, még a döntő Balatonszerszón lesz szeptemberben.